Hírek. Május elején vettük fel az új lemezünket Prágában, egy Sono Records nevű stúdióban, amit az alapján választottunk, hogy most más megközelítést szerettünk volna alkalmazni a lemezfelvételnél. Teljesen analóg módon történt az egész, tehát szalagra vettük rögtön, és hát nem is használtunk számítógépet közben, úgyhogy ez ilyen egyrészt inspiráló volt nekünk, másrészt meg kihívás volt, mert ugye mindent együtt játszottunk föl, úgyhogy... Nincs nagyon hiba lehetőség. Kicsit bátrabban álltunk a hangszerelés, ez a dalok írásánál, és egyébként pedig az lesz hallható a lemezen, ami bennünk volt az elmúlt másfél évben. Úgyhogy nem tudom, ezt nehéz belülről megítélni, egy picit más lesz, de nem lesz teljesen eltérő az eddigiektől. Hogy ne csináljunk mást, mint amit más, csak lebegőben. Mindannyian előrelépésként éltük meg ezt az új lemezt, úgy zeneileg is, meg tartalmilag is. A címe egyébként az lesz, hogy minden rendben. A testemnek, ha engedem, úgy is tudja, merre menjen, aztán én is érkezem, újra játszom képzeletben. A dal születése az úgy történt, hogy Szajko András, a szólógitárosunk írta a szövegét, és Jancsó Gábor írta meg a dalt, aztán pedig minden közösen történt a hangszerelés ügyileg, és a klipet pedig Erdész Tamás és Karsai Kata rendezték, és Fecske Flóra volt az operatőr. Nekünk az volt az alapötletünk, hogy egy olyan randi szituáció legyen, ami egy picit reflektál a dalnak a szövegére, és akkor innentől az egész ötletet a rendező csapat találta ki, és mivel hogy nagyon jól ismernek minket, ezért innen jött az ötlet, hogy milyen karakterek szerepeljenek a klipben, vagy a fiúk milyen karakterekben tűnjenek fel. Egy előző klipünkben az Ahol összeérben már hasonló szituációban kellett szerepelnem, és egyrészt ott már meg is szoktam, másrészt igazából ez is egyfajta önkifejezése a dolognak, meg hogyha van egy olyan kép, ami a fejünkben él, akkor az igazából ilyen művészet, tehát hogy nem messzelenség, meg nem az van a fejemben, hogy akkor most itt mi fog történni, hanem az, hogy az a kép, amit mi megálmodunk, az úgy nézzen ki, és ahhoz, ha ez kell, akkor ez kell. Alakult a fények nagymamát, gegenyét, jéghideg, kilincsektől, sosem tanultunk félni. Az, hogy mikor van az alkotói fázis, az igazából mindig változik. Tehát az előző lemezt, az például a fesztivál szezon közepén írtuk. Ezt most ősszel meg télen hoztuk össze, úgyhogy most szerintem most arra fogunk koncentrálni, hogy a bulik jók legyenek, össze is raktunk egy teljesen új setlistet, úgyhogy játszunk új dalokat is a nyáron, úgyhogy most ez lesz a fő vonal.